Ennyiben miniszterelnök úr kíván élni a viszonválasz lehetőségével, akkor megadom a szót. Hozzászólás lehetőségével azért, mert elhangzott néhány fontos konkrét ügy, amelyet szeretnék a saját tudásommal, meg ismereteimmel kiegészíteni, hogy a érdeklődő közvélemény, illetve a hozzászóló képviselők is átláthassák a helyzetet. Először is Tóbiás képviselőtársának szeretném mondani, tisztelt frakcióvezető úr, hogy a nemzetközi menekültügyi szerződések, amelyeknek mi is részesei vagyunk, azok világosan kimondják, hogy a menekült sem válogathatja meg az országot, ahova menekülni akar. Tehát ezért az a megközelítés, hogy engedjük át, meg fogadjuk be, meg küldjük ide-oda, ezek teljesen értelmezhetetlen megjegyzések. Tehát szeretném világossá tenni, hogy a gazdasági bevándorlók esetében a menekültügyi szabályok egyáltalán nem jönnek számításba, tehát őket senkinek nem kell, a világon senkinek nem kell befogadni, ha csak nem akarja, erre semmilyen nemzetközi jog nem kényszerít senkit, hogy gazdasági bevándorlót fogadjon be. A valóságos menekültek esetében, akik pedig valóban megaláztatás vagy életveszély okán menekülnek, az ő számukra a világ biztonságos helyet ad, de a menekült maga nem mondhatja meg, hogy én Németországban akarok menekült lenni, Macedóniában akarok menekült lenni, vagy Magyarországon. Nincs választási lehetősége. Ez úgy történik, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy 56-ban is történt. Aki menekült, az együttműködik egy ország hatóságaival, mondjuk Ausztriával, bemegy egy menekülttáborba, ahol megkapja a létezéshez szükséges biztonságot és ellátást, és ott várja, hogy meghirdessék azokat a nemzetközi kvótákat, ahova mehet. 56-ban egyébként Nicaragua kínálta föl a legnagyobbat Magyarország számára. És utána elbírálják egyenként az ő kérelmét, hogy befogadják-e, de arról, hogy elindulok a világba, és azt mondom, nekem Görögország, sőt, nekem Törökország nem jó. Biztos nem jó az élet törökországi menekültáborban, de biztonságos. Nekem nem jó Görögország. Aztán elmegyek Macedóniába, de nekem az se jó. Aztán tovább megyek Szerbiába, de nekem Szerbia se jó. Aztán Magyarország, Magyarország, hát arról szó se lehet, én nem tovább akarok menni. Ausztria, hát azt kikérem magamnak, Ausztriából azonnal Németországba. Nem adnak azonnal ellátmányt, hát megyek Svédországba. Hát ez nincs. Ennek semmi köze, semmilyen nemzetközi menekültügyi megállapodáshoz. Ezt rajtunk tehát senki ne is kérje számon. Ide kapcsolódik az a kérdés, amit Schiffer képviselőtársunk vetett föl. Két különböző szó keveredik itt össze, és érdemes őket elválasztani egymástól. A helyzet megoldása és a helyzet kezelése. Azért fontos ezt a különbséget megtennünk, hogy a gondolkodásunkat is tisztán tarthassuk, és meg tudjuk határozni, hogy mire vállalkozhatunk és mire nem. Tehát a helyzet megoldására Magyarország nem tud vállalkozni. Mármint, hogy szűnjön meg a menekültáradat, illetve szűnjenek meg azok az okok, amelyek kitermelik a menekülteket. Mi részt tudunk venni egy nemzetközi akcióban, amely ezt célozza, de mi nem tudjuk megoldani. Amire mi vállalkozhatunk, az az, hogy kezeljük. Mert ha nem tudjuk megoldani, azért nem vagyunk hajlandóak egy problémával akármilyen körülmények között együtt élni. Hát arra nem vagyunk hajlandóak, hogy miközben mi is tudjuk, hogy nem tudjuk megoldani a helyzetet, ahhoz nem járulunk hozzá, hogy a hatályos magyar törvényeket félrerúgva, emberek regisztráció nélkül, azonosítás nélkül, a magyar hatóságok fölismerési lehetőségein kívül csak úgy keresztül menjenek az országon, vagy itt maradjanak, és azt csináljanak, amit akar. Ez lehetetlen. Tehát mi, amikor kerítést építünk, és szigorítjuk a büntető törvénykönyvet, akkor nem megoldani akarjuk a problémát, mert erre nem vállalkozhatunk, hanem egy világméretű problémával való együttélés, egy meghatározott módját jelöljük ki. Így fogunk együtt élni ezzel a problémával addig, amíg a nemzetközi közösség nem oldja meg. Tehát a kezelés és a megoldás az két különböző dolog. Megoldásra nem, a probléma kezelésére azonban vállalkozunk, sőt, vállalkoznunk is kell. Az a felelősségünk a magyar emberek felé, hogy ezzel a problémával való együttélés magyar érdekek szerinti elfogadható módját megtaláljuk. Azt én nem támogatom, nem járulok hozzá, mindig is harcolni fogok ellene, hogy itt fölálljanak pártvezetők, akiket megválasztott a magyar nép, széttárják a kezük, és azok, hát, látják, erre nincs magyar megoldás. Majd ha a nemzetközi közösség megoldja, akkor javul a helyzet. Ezzel nem lehet együtt élni. Nekünk a dolog kezelésére egy elfogadható életkeretet kell kialakítanunk. Ez az, ami most történik, ezt joggal várhatja el tőlünk mindenki, és ennek a mércének
meg is fogunk felelni. Ez vezet át bennünket a kerítés kérdésére. Miért támogatja a magyar kormány a kerítést? Hát azért, mert működik. Mert működik. Nézzék meg, szerb-magyar határ 175 km hosszúság. Nézzék meg, láthatják a számokat. Azt reméltük korábban, hogy a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően egy hatodára, egy hetedére esik vissza az illegális belépőknek a szám. Nem ez történt, sokkal nagyobb mértékben esett vissza. Tehát a szerb-magyar határon azt tudjuk mondani önöknek, hogy a kerítés, majd ennek a részleteiről még kell valamit mondanom, amely egyébként egy kétsoros védelmi vonal, mert nem egy, hanem kettő, tehát a kétsoros védelmi vonal úgy, hogy mögötte a rendőrök teljesítenek szolgálatot, az ő hátuk mögött pedig hadgyakorlatok vannak, és van egy szigorú büntető törvénykönyvünk, ez így elég volt ahhoz, hogy 175 kilométeren csak a rendőrség főhasználásával megakadályozzuk az illegális belépést Magyarország területére. Nem a belépést, mert ugye ez a szó is többször elhangzik, szó összetétel, hogy határ zár, de mi nem a határ zárjuk le, hanem a zöld határt zárjuk le. A határok nyitva vannak a kijelölt belépési pontokon, ahogy egyébként a normális élet keretei között korábban is, lehet be és kiközlekedni a fönnálló nemzetközi és magyar jogszabályok tiszteletbe tartása mellett. De a zöld határt azt valóban lezártuk, és létrehoztunk egy fizikai építményt, amely megvédhető. Én nem akarok itt operatív kérdésekkel foglalkozni, de azt beláthatja mindenki, ha mindenki nem is, de aki volt katona, az biztosan, hogyha húzok a porba egy vonalat, és azt akarom megvédeni, semmi esélyem nincs erre. Oda egy fizikai akadályt kell létrehozni, amit utána erővel meg lehet védeni. Ezért kell valamilyen fizikai határzár. Nem csak kommunikációs trükk, hogy nem kerítést mondunk, hanem határzárt, hanem mert valóban egy fizikai akadályt kell létrehozni, ami ad abszurdum, egy kerítés is lehet, de lehetne éppen más is. Most itt a fantáziánkat inkább tartsuk féken. Viszont ez elvezet ahhoz a kérdésre, amit Schiffer képviselőtársunk vetett föl, hogy ha azt állítjuk, hogy működik a kerítés, és Szerbiánál működik, akkor mi van a horvát ügyen? Most a horvát ügyen a következő képen hangzik, tisztelt hölgyeim és uraim. A két határt együtt, a szerbet és a horvátot a katonaság nélkül nem tudjuk megvédeni. Az, amit önök nekünk mozgástérként adtak, az annyi volt, hogy a rendőrséget tudjuk használni. Önök nem adtak nekünk fölhatalmazást a katonaság fölhasználására. Ezért meg tudjuk védeni a szerb szakaszt, és meg tudjuk védeni a horvát szakaszt is, de ahhoz kell a hadsereg, hogy együtt járőrözhessenek a rendőrökkel. Ha megkapjuk a fölhatalmazást a rendőrség mellett a katonaság fölhasználására is, akkor képesek vagyunk a horvát és a szlovén határszakaszt is megvédeni. De ez nekünk kell egy jóváhagyás, de önök ezt megtagadták tőlünk. Ezért engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy azok, akik megtagadták tőlünk, hogy a katonáink együtt járőrözhessenek a rendőrökkel, most meg azt mondják, hogy nem vagyunk elég hatékonyak, azok képmutatóak és farizeusok. Ez nem korrekt politikai álláspont. Schiffer képviselőtársam egy nagyon fontos kifejezést használt itt az előbb, igaz, hogy méltánytalan és igazságtalan, de ettől még fontos, hány ilyen kifejezésünk van, amikor azt mondta, hogy a magyar hatóságok megtagadták az arra jogosultaktól, rászorulóktól az ellátást. Szeretném, hogyha a tisztelt ház ebben az ügyben is világosan láthatna. Magyarország minden területünkre érkező embernek, még annak is, aki illegálisan lép be, a menekültáborokban, illetve az új büntetőtörvénykönyv szerint a kijelölt fogvatartási helyeken a teljes ellátást megadja. Orvosi ellátást kap, fedelet kap, enni és inni kap. Az nem lehetséges, hogy valaki azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó bemenni, még úgysem, hogy beszállítanak egy menekültáborba, egy gyűjtőpontra, hanem itt leülök, és azt mondom, hogy itt kérem az ellátást. Itt akarok enni, itt akarok inni, hát ez lehetetlen. Ez semmilyen nemzetközi szerződés nem kötelez bennünket arra, hogy a határt egyébként törvénytelenül átlépő emberek leüljenek a föld, és azt mondják, követeljük az ellátást. Ezzel szemben elvárható a magyar hatóságoktól, és el is várom tőlük, hogy minden olyan embert, aki hajlandó együttműködésre, bemegy a regisztrációs központba, regisztrál, megkapja az orvosi ellátást, a fedelet, az ételt és az italt. Ezt meg fogja kapni. Eddig is megkapta, és Magyarország ezügyben messze kötelezettségei fölül teljesített, a civileknek köszönhetően. Mert a magyar kormány annyit teljesít, amit teljesítenie kell, de a civilek, a magyar civilek e fölé mentek. És ők azt mondták, hogy
nem tudom, mit mondhattak, de akár mondhatták volna azt is, hogy az érthető, hogy a magyar kormánynak egy rendet kell fönntartani, ezért ellátást csak ott ad, ahogy egyébként a nemzetközi jog szerint adnia kell, de aki ezen túl van, mert nem hajlandó együttműködni. Ami szempont lehet az állam fejében, és én ragaszkodom is, hogy tartsuk be ezt a szempontot. Ez egy állami törvényességi szempont. De a civilek azt mondták, hogy az ő munkájukat nem így kell megítélni. Nem ez a zsinór mértéke a munkájuknak. És adtak azoknak is, akik nem voltak hajlandóak együttműködni. Nagyszerű dolog. Azt gondolom, hogy fölötte van Magyarország szolidaritása, a szolidaritásból vállalt rész messze annak, mint amit előír a nemzetközi jog, és annak, amit egyébként Magyarországtól el lehet várni. Halkan mondom, csak így magunk között, hogy a civil szerveknek jelentős pénzügyi támogatást adunk azért, hogy ezt a munkát elvégezzék, amire egyébként nemzetközi jog szerint nem is lenne kötelességünk, de ezt megtesszük, megállapodásokat kötünk velük, és ők ezt a munkát elvégzik. Van itt még három másik fontos dolog. Az egyik, amit a Jobbik vetett föl, hogy mi van a visszaküldéssel. Most én azt javaslom, hogy először védjük meg a határainkat, és aztán eljön az ideje annak, amikor nem tudjuk elkerülni azt a nagy vitát, ami a visszaküldés áll összefüggésben. Mert mi itt a helyzet? A helyzet az, hogy ezek a illegális bevándorlók Görögországnál léptek be az unió területére először, majd másodszor Magyarországon. Görögországban nem regisztrálták őket, Magyarországon igen. Ezért előfordulhat, hogy lesz rajtunk egy nyomás, hogy miután itt regisztráltak először, itt kell őket visszafogadni. Amire mi azt mondjuk, hogy ez lehetetlen, mert régi ősi alapelv, hogy a saját jogsértő magatartására senki sem hivatkozhat, amikor a kötelezettségekről van szó. Görögország nem hivatkozhat arra, hogy bár nála léptek be, de ő nem regisztrált, és ezért aztán Magyarországra küldjék őket, ez lehetetlen. Ez minden nemzetközi joggal, jogelvel és hagyományon ellentétes lenne. Harcolni kell majd ezért, egy nagy vita lesz, nem most kell lefolytatni, mert most a védekezésen van a hangsúly, de lesz majd egy ilyen vitánk, ahol nagyon világosan képviselni kell Magyarországnak ezt az álláspontot. Tudjuk bizonyítani számos esetben, az esetek többségében, a józanész határain túl is, majd a józanész keretein kívül, hogy Görögországból kellett érkeznünk az ide jövőknek, ha csak nem repültek a lábukon, vagy illetve a szárnyaikon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a görög vita, téli szünet. Szeretném, ha nem ringatnánk magunkat illúzióba, nem lesz menekült ügyben, illegális bevándorlás ügyben, globális válság ügyben nem lesz téli szünet. Ha megnézik, azokat a nyilvánosságban is elérhető ábrákat, statisztikákat, táblázatokat, amelyek az időbeli elosztását mutatják az illegális bevándorlóknak, azt fogják körülbelül látni, hogy október elejéig megérkezik az adott éves teljes mennyiség fele, és októbertől december végéig a másik fele. Hát nem szünet lesz itten, hanem egy fokozódó nyomás. Semmi okunk nincs azt gondolni, hogy másképpen szerveznék az embercsempészek az útvonalakat ebben az évben, mint tették a megelőző években. És hogyha azok a tendenciák érvényesek, akkor az ellenkezőre nem a szünetre, hanem a megerősödő áramlatra, áradásra és embertömegre kell fölkészülnünk. Többen mondják itt azt, hogy a magyar kerítésépítés azért sem megoldás, mert akkor mindenkinek kerítést kéne építeni. Hát persze, ez a megoldás. Még szerényebben fogalmazva, aláírtunk egy megállapodást. Ezt úgy hívják, hogy Schengeni megállapodás. Közös akarat. Szabad akaratból írta alá mindenki. Abban benne van, hogy a határ megvédése a nemzetállam kötelessége. Nem választhatja, ha jól esik, meg ha képes rá, meg ha kedve tartja. Az van benne, hogy kötelessége. És azt is kimondja ez a szerződés, hogy bejönni Schengen területére, tehát a közös európai szabad területre csak az adott állam által kijelölt földrajzi ponton és munkaórában lehet. Tehát olyan nincs, hogy beáramlunk, még csak a belépési ponton sem lehet éjjel-nappal közlekedni, van egy rendje. Most nekem az a véleményem, hogyha van egy megállapodás, az a két dolgot lehet tenni. Vagy mindenki betartja, vagy közös akarattal módosítjuk. Egyelőre senki nem módosította. A közös akaratot sem látom mögötte. Tehát ez egy megállapodás, amit be kell tartani. Ha a görögök betartanák, mi nem lennénk bajba. Ha mi betartjuk, nincsenek bajba az osztrákok. Ha a horvátok betartanák, bár ők nem írták alá még Schengent, de be akarnak lépni, most ezt tegyük egy pillanat a zárójelbe,
ennek a realitását, egyhangú döntés kell hozzá, és azok után, ami történt itt a parlamentben, nehezen fogom tudni összegyűjteni a horvátok belépéséhez szükséges támogató szavazatot, de ez szintén egy későbbi probléma. Tehát ők is be akarnak lépni, következésképpen joggal várható el, hogy ők is védjék meg a saját határaikat. Egy kicsit abszurdnak tűnik, de ha belegondolunk, nem is olyan abszurd. Görögországnak kell valamilyen eszközzel, ha mással nem, hát kerítéssel, Magyarországnak, Horvátországnak és Szlovéniának. És akkor a déli határrendszere a szárazföldön, a schengeni szabad övezetnek, az Európai Uniónak meg van védve. Most a politikai vezetők egy tekintélyes része az Európai Unióban azzal védekezik, amivel mi sose védekezünk itt Magyarországon, hogy ez egy olyan nagy feladat, amit nem lehet megoldani. Én nekem az a véleményem, hogy amikor ilyen típusú érvelést hallunk, az valójában a kormányzati kompetencia hiányának a beismerése. Szerintünk ez a feladat megoldható. A nemzetközi viták középpontjában ma éppen az áll, hogy elfogadjuk-e azt a véleményt, ami ma még többségi európai politikusi vélemény. Nem mondom, hogy állampolgári, de politikusi. Hogy olyan bajjal állunk szembe, amivel szemben úgysem lehet védekezni, fizikailag nem tartóztatható föl, hát adjuk meg magunkat neki. Van egy ilyen vélemény. És van egy másik vélemény, ezt képviseljük mi egyedül, amely azt mondja, hogy de, lehetséges, csak össze kell szedni az erőnket, jogi erőnket, anyagi erőnket, élő erőnket, és a politikai bátorságunkat, és akkor meg lehet védeni a határt, és ha mindenki megvédi a saját határát, akkor Európa meg van védve. Ez a mi álláspontunk, és mi szeretnénk kitartani emellett. És végezetül a kvóta, utolsó előttiként, bocsánat, a kvóta rendszer bevezetése. Természetesen Magyarország ellenzi ezt a rendszert. Ennek két oka van. Először is szerintünk, ma nem erről kell beszélni, a határok megvédéséről, nem kvótákat kell szétküldeni, hanem katonák ezreit, vagy kell, tízezreit kell leküldeni délre azokba az országokba, ahol határvédelemre van szükség, és a nemzetállam ezt nem tudja megoldani. Ennek ma nincsenek meg a jogi keretei, ezt kéne kidolgozni inkább, ahelyett, hogy kvótákon húzakodunk. De a következő helyzettel szembe kell néznünk. Ahhoz, hogy a kvótarendszert az Európai Unió jogalkotási rendszerén belül meg lehessen állítani, mert most ez egy javaslat, egy jogszabály kezdeményezés, ahhoz egy minősített többségre van szükség. Ez ma nincsen meg. Még az összes visegrádi ország együtt sem tudja megfékezni, hogy az Európai Unió egy rossz döntést hozzon. Ez bekövetkezhet, mármint a döntés meghozatala, a rossz döntés megszületése, akár már ezen a héten. És akkor ez jogszabály lesz. És utána Európai Uniós tagállam vagyunk, ez kötelező lesz ránk nézve. És akkor a tisztelt Magyarországgyűlésnek, illetve a nagybizottságnak, ami az Európai Uniós ügyekkel foglalkozik, egy kérdéssel foglalkoznia kell, ezt én szívesen elő fogom ott terjeszteni. Mit tegyünk akkor, ha mi egy rendszert rossznak tartunk, végigharcoltunk ellene, leszavaztak, jogszabály lett belőle, és kötelező betartanunk. Mi legyen itt a magyar magatartás? Ezt a kérdést meg kell majd vitatnunk. Én arra kérem a frakciókat, hogy erre készüljenek is föl. És végezetül egy utolsó, és talán a kérdések közül a leginkább fajsúlyos. Most beszélünk arról, hogy kerítés, hogy rendőrség, hogy hadsereg, illetve honvédség, beszélünk arról, hogy erőforrások, kvóta és így tovább. De az egész ügynek a legmélyén, ameddig egyáltalán emberi szemmel le lehet oda látni, tehát mondjuk, hogy a filozófia alapjaiig, azért mégiscsak azt a kérdést kell eldönteni, hogy most meg akar változni Európa, vagy nem akar megváltozni Európa. Az, ami most történik Európával, az jó dolog, vagy rossz dolog? Ma az a helyzet, hogy messze millió fölött van azoknak a száma, akik megérkeztek az Európai Unióba. Én elmondtam önöknek a számokat országbontásban, Irak, Szíria, Líbia, Szahara alatti térség. Nyilvánvaló, hogy sok millióan fognak útra kelni. Az igazi gond az, hogy ma Európában vannak olyanok, nem tudom, többségben vannak-e, hogy a vezetők között, akik ilyeneket mondanak, többségben vannak, az biztos, ez nem azos az európai többséggel, akik azt gondolják, hogy ami történik, az jó dolog. Hogy ez egy nagy lehetőség, hogy az ő hazájuk megváltozzon. Most nem mondok neveket, de nagy országok nagy vezetői mondják azt, hogy ez egy visszanemtérő lehetőség, hogy megváltozzanak, és ők ezt akarják. Én szeretném világossá tenni, hogy joguk van ezt akarni. Tehát én azt gondolom, hogy minden európai nemzetállamnak joga van saját akaratából megváltozni.
Az a változás, az is a jogai közé tartozik, hogyha ő nagyszámú muzulmán közösséget akar befogadni, és nem zavarja az a tapasztalat, hogy ez idáig nem tudtuk őket, az európai keresztény kultúrközösség nem tudta őket integrálni, és ezért párhuzamos társadalmak jönnek létre számos európai országban, romló keresztény és növekvő muzulmán arányal. Van, aki szerint ez jó? Lehet, hogy baloldalon ez nem okoz meglepetést, itt nálunk ez meglepetést okoz. Vannak, akik szerint ez jó, vannak, akik szerint ez kívánat, ez egy lehetőség. Mi azonban, akik ebben a pillanatban Magyarország érdekeit a nép fölhatalmazása alapján képviseljük, mi azt gondoljuk, hogy ha jó ez, ha rossz. Mi nem akarjuk. És a kérdés végül is az, hogy van-e joga Magyarországnak azt mondani, hogy mi nem akarunk ilyen ütemben, ilyen gyorsan, ilyen logika mentén kulturális mintázatot váltani. Nem akarunk. Van-e hozzá jogunk? Nem az a kis, hogy igazunk van-e, azt majd megvitatjuk. Mert van, aki azt mondja, hogy ez nem helyes álláspont, gondolom balról, és mi pedig azt fogjuk mondani nemzeti és keresztény oldalról, hogy ez nem jó álláspont. Szerintünk az a jó, ha Magyarország megőrzi a kulturális mintázatát. De nem ez a kérdés, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem hogy van-e joga Magyarországnak azt akarni, hogy ezt a kérdést ő döntse el. Ez pedig elvezet bennünket oda, hogy van-e joga bármely európai nemzetállamnak, köztük Magyarországnak eldönteni, hogy kit enged be a hazájába, kivel akar együtt élni és kivel nem. És a magyar álláspont azért ilyen szilárd, ha szabad így mondanom, nem nevezném vastagnyakúnak, de szilárd álláspontnak mondanám, amely ebben a kérdésben nagyon világosan fogalmaz. Mi egy ilyen gyors, erőszakos, az ismert európai tapasztalatokkal a hátunkban bekövetkező kulturális mintázatváltást nem tart jónak a magyar nép számára. Erre senki bennünket, mármint ezt elfogadjuk, nem hatalmazott föl, bennünket a magyar nép nem bízott meg azzal, hogy ilyen változásokat generáljunk vagy eltűrjünk Magyarországon, bennünket azzal bíztak meg, ami a magyar alkotmányban és a magyar jogszabályokban szerepel. Ez pedig megadja a jogot nekünk, hogy a bevándorlás örve alatt, vagy a menekült globális válság örve alatt ragaszkodjunk ahhoz, hogy nem fogadunk el olyan európai politikát, amely rá akar bennünket kimondva vagy kimondatlanul kényszeríteni, hogy megváltozzunk és olyanok legyünk, amilyenek ők. Mi akarjuk eldönteni, hogy milyenek vagyunk, és kire akarunk hasonlítani. Ez a mi szuverén nemzeti döntésünk, és arra kérem a tisztelt házat, hogy ebből ne engedjünk. Ez egy magyar nemzeti kötelesség, ez egy alkotmányos kötelesség, ezt csak mi magyarok dönthetjük el. Ezt nem lehet megmondani az Enszékházban, New Yorkba, sőt még a brüsszeli központokban sem mondhatják meg, ez csak a magyar nép döntése lehet. Kérem önöket, hogy tartsunk ki emellett az álláspont mellett. Köszönöm.